Vigyázz! Menjünk! A szolgák ki is mentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, jókat, gonoszakat. Ott a százados. Így aztán a ház megtelt emberekkel. Bocsáss meg, hogy zavarlak, rabbi, de szívességet szeretnék tőled kérni. Van otthon egy szolgám, már régen nálam szolgál. Hűséges, ragaszkodó, inkább a fiam, mint a szolgám. De nagyon beteg. Attól félek, haldoklik. Alázatosan kérlek, rabbi. Azt akarod, hogy veled menjek? Rendben van. Induljunk. Nem. Nem vagyok méltó, hogy a házamba jöjj. Hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Bár magam is alárendelt ember vagyok, szolgálnak alattam katonák legalább százan, és ha azt mondom az egyiknek, indulj, akkor elindul. És ha a másiknak mondom, gyere ide, akkor megteszi. Nem is kell látnom, mert tudom. Ezért nekem elég, ha csak egy szót szólsz, és minden úgy lesz. Hallottátok ezt az embert? Ekkora hittel még Izraelben sem találkoztam. Menj haza. A hited meggyógyította a szolgálat. De mi tudjuk, hogy mi vagyunk a választott nép. Ugyan hogy lehetne egy pogány igazabb, mint egy zsidó? Mindenki szívesen látott vendég atyám asztalánál. Szegények, gazdagok, urak és szolgák. Ábrahám és a pogányok gyermekei is. Uram! Uram! Gyere haza gyorsan! Márkusz meggyógyult, jól van a szolgák! Mi? Igen, gyere! Gyere és nézd meg, te is! A saját szememmel láttam, hogy meggyógyult. Gyere! Gyere, adna gyorsan! Gyorsan!